Évről évre közös karácsonyi ünnepségnek köszönhetően kerülhetnek ünnepi hangulatba a megyei nyugdíjas szervezetek és klubok tagjai. Az esemény szervezését a szabolcs szatmár megyei nyugdíjasok érdekvédelmi szövetsége fogja össze. Erről is szót ejtünk a következő percekben. Vendégem a téma kapcsán a szabolcs szatmár megyei nyugdíjasok érdekvédelmi szövetségének elnök Román Demeternék. Köszöntöm itt a 35 perc stúdiójában. Túl vannak már ezen az idei karácsonyi összejövetelen, ezen a nagyon fontos ünnepségen, én azt gondolom, hogy talán a szövetség életében ez lehet az egyik legmeghittebb összejövetel. És meghatározó, több száz idős ember jön össze erre a karácsonyi rendezvényre. 23 éve, tehát a megalakulásától kezdődően minden év december elején megszervezik az advent időszakába a karácsonyi ünnepséget, hiszen nagyon sok idős nincs nincs tartozó életve. Ha van is távol éltőle, és nem biztos, hogy családi körben tudja a karácsony ünnepen, és ezért tartja fontosnak a szövetség, hogy mindig közösen szervezzünk egy ünnepséget és ezen az ünnepségen mindig a házassági, kerekházassági évfordulót, ünneplőket is köszöntjük. Elsősorban korábban a tanárképző főiskola, most ugye az egyetem nagy termébe tartatók, illetve olyan hely is, helyen, ahol több száz idős ember elfér, de most már négy éve, hogy a római katolikus tászékes egyházba szervezik. Egyrészt azt gondolom a legméltóbb helyen van, illetve nagyon sok idős ember, nem csak aki tagja a szövetségnek, hanem bárki be tudjon és részt tud benne ezen a lélekmelegítő és lélekre hangolódó ünnepségen és tegnap tartottuk ez évi karácsonyi ünnepségünk, ahol megint csak megtöltöttük a templom belsejét, és természetesen most tegnap 29, 50, 55 és 60 házassági, 65. házassági évfordulójukat köszöntöttük, ami nem csak abból áll, hogy versel, énekkel, kedveskedünk, illetve külön köszöntjük őket, hanem mindig lehetőséget teremtünk arra, hogy egy kis ajándékkal is kedveskedjünk számunkra, egyrészt egy emléklappal, másrészt egy szálfehér rózsával, meg egy ajándékos Az attól függ, hogy mikor mennyi a pénzünk, hogyan tudjuk megtölteni ezeket az ajándékos de nem is a beltartalom, ha az, hogy egyáltalán megajándékozzuk ezeket az idős embereket, akik példát mutatnak a ma élő fiatal generációk számára, hiszen szoktam mondani, hogy ö, Isten és ember előtt mondták annak idején a boldogítógént, és bármilyen nehézség árán, de ma is együtt élnek, és ma is minden megbeszélnek. Sajnos egyre kevesebb azoknak a házas pároknak a száma, akik meg tudják élni az 50 vagy a 60, vagy tavaly volt az elmúlt évben 4-65. helyes a segélyfodoló tüneplő házas is, hiszen azt látjuk, hogy az idősek közül egyre kevesebb azoknak a száma, akik házas sokként, illetve házas párja is megéri ezt az életkort. Tehát látjuk, hogy az idősek közel kétharmada egyedül él, és egyedül kell megbírkóznia a mindennapok sorában azokkal a feladatokkal, ami ebben az időben nagyon nehéz, mert fizikálisan, szellemileg is egy kicsit másként él az életét, és ezért a lényeges szerepe, hogy vannak a települési nyugdíjas klubok, nyugdíjas egyesületek, illetve az önkormányzatok által fenntartott és alapszolgáltatásban működtetett idősek klubjai, ahol közösségben vannak, ahol el tudják mondani egymásnak a gond, jókat bajukat, problémájukat, közösen tudnak örülni, és közösségben van, társaságban van, hiszen az embernek szüksége van a másik ember, és ezek a klubok, egyesületek nagyon jók arra, hogy valóban meghatározott időközönként találkozhassanak együtt, egymással, és ott együtt töltessék a szabad idejük egy részét. Nos, hát akik ilyen szép, magas számú házassági évfordulót meg tudtak így egyben, vagy meg tudnak élni még házasságban, párban, több száz ember előtt köszöntve, azért azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen így az adventi időszakban mindenképpen nagyon megható lehet. Mindenképpen szeretném, hogy pár gondolatot a, a szervezetnek, az önök szövetségének a, az, az alap célkitűzéseiről ejtsünk. Mint említettem, 1995-ben alakult a szövetség az akkori megyei volt elnök helyettes Gyóra Imre bácsinak az elgondolása alapján is csatlakozva, akkor már létrejött egy országos szervezet, és csatlakoztak az országos szervezethez. Kezdetben csak néhány nyugdíjas egyesület jött létre, majd segítették a településeken a nyugdíjas egyesületek, nyugdíjas klubok létrehozását, illetve a 2011-ben létrejött civil törvény értelmében már ugye adott volt, hogy meg volt határozva, hogy kik milyen esetekben hozhatnak létre civil szervezeteket, és nagyon nagyon sok településen létrejöttek, pontosan azért, mert miután a mi megyénk ugye korábban is a mezőgazdasággal foglalkozó megye volt, a szocializmusban eljártak a férfiak Budapestre, oda dolgozni, a feles, a nőknek, a feleségnek ugye az volt elsősorban a feladat, hogy a gyermeket nevelje, családdal felügyeljen, illetve a háztartás vezesse. A kétkeresős családmodellben ez teljesen megváltozott, illetve a rendszerváltás követően nagyon sok idős egyedül maradt, hiszen a gyermeke elköltözött Budapestre, vagy Dunántúra, illetve nagyon sokan elköltöztek külföldre, és vannak olyan települések ma már a megyében, ahol a lakosság közel 60% az idősek közé sorolandó, és azoknak a településen kormányzatoknak külön oda kell figyelni, és nem mindegy, hogy az adott településen milyen szolgáltatásokat, milyen támogatásokat nyújtanak a településen kormányzatok, meghatározó, és természetesen nekünk meg az idős korosztálynak abban kell segíteni, hogy hasznosan, értelmesen töltsék el az idős emberek azt a hátalévő életet életminőségben, és természetesen ehhez hozzátartozik az is, hogy olyan előadásokat szervezünk, amely az egészségállapotra hatékonyan odafigyelt, tehát orvosokat, Diátetikusakat hívunk meg, akik felvilágosítják, illetve tájékoztatást adnak az étkezésről, vagy a rendszeres testmozgásról. Szoktam mondani, hogy a fizikai aktivitás ahhoz kell, időskorban is, hogy fizikálisan aktívak legyünk, ne váljunk kiszolgáltatottá, illetve a szellemi aktivitás viszont a szellemi frissesség megőrzéséhez, hogy ne dementálódjunk, hiszen a kornak egyik vele járulja az elbutulás, de nem szükségszerű. Tehát pontosan ezért kell, hogy olyan sok programon vegyünk részt ez a korosztály, hogy ne legyünk demensek, mert azt is tudjuk, látjuk, hogy Magyarországon ma közel 200 ezer ember, aki demenciában szenved, és az azt jelenti, hogy a családtagoknak, ha van családtagja, akkor 24 órás felügyeletet, ápolás, gondozás kell biztosítani, és sajnos az utóbbi 8 évben szociális intézmények nem épültek, tehát ahhoz valakinek meg kell halni, hogy egy új, tehát egy idős ember bekerülhessen intézménybe, és akkor a családnak az adott települő élő közösségnek, vagy az alapszolgáltatásoknak kell gondoskodni az ott élő emberekről, ami nagyon-nagyon nehéz feladat. A beszélgetés végén egyrészt szeretném megjegyezni, hogy ugye azon túl, hogy érdekvédelmi szövetségről beszélünk önök, ugye az egészségmegőrzésben és minden másban is közelműködnek. Csak egy rövid kérdés a végére, hogy évente hány ilyen komolyabb programra jönnek össze röviden? Vannak megyei szövetség által szervezett megyei rendezvények. Ez az első, kezdeném a megyei vers és prózamondó versennyel. Mindig annak a költőnek a életrajzából, életéből készülünk és verséből, és miért úgymond úgy meg a nyugdíjas egyeseletek klubok tagjai, akik szeretnek verset mondani. És akkor mi szervezzük évek óta a regionális vers és prózamondó versenyt, és az első helyezett képviseli az országos rendezvény a megyénket, illetve a régiónkat, illetve van a kulturális seregszemle, ahol mindig más településen megmutatjuk magunkat, azok az egyesületek, az énekkara, tánckara, versmondók, az egyéni hangszer szólamban, tehát minden olyan dolog, amiben egy kicsit a kreativitásunkat meg tudjuk mutatni, illetve nagyon lényeges szerepe van a hagyományőzésnek, hiszen most különösen látjuk azt, hogy jön a karácsony sokan, akik régen tanultak Orgulni, kézimunkázni, előszedik, újrakezdik, ha látásuk nyilván ezt megengedi a szemük, illetve természetesen van a megyei sportverseny, ahol megint csak mindig más településen, de generációs gyerekeket bevonva és szervezzük meg ezeket a játékos betékedőket, ami nagyon lényeges, 5-600-700 mikor hány száz fő gyűl össze, és akkor egész napot mozgással, aktivitással, közösebb illetve délután egy kis zenével töltjük, hiszen a zene is tartozik, és ezért nagyon lényeges, hogy ma már megyénkben és nagyon sok uh, egyesületnél a szenior tánc az uh, úgymond hódít, tehát a társas tánc, amikor megint csak olyan uh, folyamatokat, olyan tánclépéseket tanulnak meg, ahol a, oda kell figyelni, hogy még lépés után mi következik, tehát a szellemi leépülés, illetve nagyon lényeges, hogy megint csak uh, többször a fizikai és a szellemi aktivitás megtartása érdekében szükséges, illetve a karácsonyi rendezvényünk, de az idősek világnapi rendezvénye, a születibál. Uh, és lehet, hogy valamit még kihagytam, illetve vannak ki kirándulások, amit közösen szerveznek meg a nyugdíjas klubok, De nyugdíjas egyesületek. Olyan programok, amire évről évre lehet készülni. Így van, és Nagyon mun sz... éves munkaterv alapján természetesen, amit mindig a közgyűlés hagy jóvá. Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, és további szép éveket kívánunk nagyon a szervezet köszönöm. minden tagjának. Minden tag nevében.